megismerkedhetünk az erdő lakóival, azt követően pedig Valackai Erzsébet Csergezán díjas grafikus festőművésszel, aki alaposan megfigyeli és élethűen ábrázolja is őket Vásznain. Az erdő nagyon sok élőlénynek ad otthont, s ezek mind fontos részei az erdő élet közösségének. A talajban és a talajt borító avarrétekben szemmel nem látható baktériumok, gombák, apró rovarok bontják le az elhalt növényi és állati részeket. Pókok, százlábúak, hangyák futnak szerte szét, ha megbolygatjuk az avart. A nagykalapú gombák, az illatozó tavaszi virágok, a finom szeder és az ősszel lehulló sárguló falevelek épp úgy hozzátartoznak az erdő élő világához, mint a pillangók, mókusok, cinkék, rókák vagy a macskabaglyok. Az erdő lakói biztosítják egymás életfeltételeit. Az erdőnek minden lakójára szükség van, és ha átmenetileg valamelyik elem hiányzik, vagy visszaszorul, az erdő nyomban pótolni igyekszik a hiányt. Az erdő lakói valójában egy folyamatos egyensúlyban lévő, finom, érzékeny biológiai rendszer elemei. Az erdő maga a szervezet. Ha egy öreg fa kidől, egy tisztás keletkezik a helyén, de rövidesen megjelennek a terület új lakói, különböző füvek, virágok vagy az újulat. Velük együtt jönnek a rajtuk élő vagy őket fogyasztó állatok. Aztán az erdőlomb koronája záródik a kis tisztás fölött, és az egyensúly, az erdei szervezet teljessége ismét helyreáll. Úgy gondolom, hogy ott kell kezdenem, hogy én egy alföldi tanyasi parasztlány vagyok, aki annak idején fölkerült ide erre a vidékre, és a nagyvadak újdonság erejével hatottak rám. Akkor is foglalkoztam nyilván a vadábrázolással, de igazából, mint vadászember, tudtam úgy belemélyedni a vadak ábrázolásába, hogy a vadaknak az ismerete, az anatómiája, a fajoknak a jellemzőit, és így tovább, itt ismertem meg igazából, és a nagy vadábrázolásba itt mélyedtem el. Időközben felvettek ide a felső Tarnavidéki VT-hez, mint tagot, és úgy gondolom, hogy ez egy olyan lehetőséget adott számomra, hogy nem csak távcsővel figyelhettem a vadakat, hanem effektíve vadászhattam és vadászhatom is rájuk, sőt olyan helyen lakom, hogyha kell, akkor a konyhaablakból tudom figyelni a vadakat. Rendszeresen kijárok, majdnem azt mondhatom, hogy naponta, és nem mindig fegyverrel, van úgy, hogy csak távcsővel, de az élmények számomra nélkülözhetetlen. Meggyőződésem, hogy a legnehezebb téma a természetábrázolás, a vadaknak az ábrázolása, mert hiszen az adott fajt ismerni kell, hogy milyen biotópban él, ismerni kell külön a nemeket, évszaknak megfelelően hogyan változik a szőrzete, fiatal vagy idős. Tehát nem tehetem bele a muflonkost például egy nyíres erdőbe, mert nem jellemző rá, vagy egy dőhérbikát nem állíthatok bele a térdigérő hóba, mert teljesen önmagának ellentmond. Vagy egy bambifejre nem tehetek egy 600 g-os agancsot. Tehát úgy gondolom, hogy ha valaki ebbe a vadábrázolásba, olyan ábrázolásába, hogy azt az adott biotópba helyezzel, igen mélyen bele kell ásnia magát, egy picit vadgazdának kell lenni, azaz a vadakat tudni kell bírálni, ismernie kell, és ezt a maga környezetében megfelelően ábrázolni.
ezt a témát úgy ábrázolhatja az ember, hogyha tényleg tanulmányozza a környezetet, az állatokat, és hogyha ezt tovább is akarja adni, úgy például, mint én tanár, az kell, hogy a gyerekeket is be kell vonni, hiszen nekem is vannak most kis alsós tanítványaim, meg felsősök is, akikkel rendszeresen hetente itt a műteremben dolgozunk, alkotunk. Kell nyilván hozzá egy beleszületett adottság, de ez fejleszthető a rendszerességgel, a megfigyeltetéssel, a viszonyítással, az összehasonlítással, az eszköznek a megismerése, hogy ceruzával, pasztelkrétával, vízfestékkel, temperával hogyan lehet dolgozni. Nyilván van, akinek a ceruza jobban fekszik, van, akinek a kréta könnyebb, van, akinek a festék, és ilyen formán, amiben örömét leli, amivel szívesebben dolgozik, nyilván hamarabb lesz sikeres, és az adott állatot, vagy azt a környezetet is sikeresebben fogja megjeleníteni.